Ez a Szársad Project nevezetű csapat, vagy formáció. Ez egy spontán alakult, a Covid alatt hoztuk össze. Nagy Edi az énekes, Endrei Dávid Botanga basszusgitáros, ő a Brainsnek a basszusgitárosa, és én hoztam az ötleteket, a zenei alapokat. Ugye én egy alapjáratban egy jazzgitáros vagyok, jazzzenész. Dávid hozta ezt a hip-hopos vonalat, az alapokban segített nekem sokat, nagyon-nagyon kreatívan, és erre énekelt föl Edi. Szerintem egy csodálatos dolgot hozta saját maga kreatív világát. Dáviddal gyakorlatilag gyerekkorunk óta ismerjük egymást itt Szentendréről. Edi pedig az Ebzámbó Happy Deadben ől ismertem meg, ott együtt zenéltünk. Ez egy teljesen, mint a baráti projekt lett volna, csak ugye Edi Angliában van jelen pillanatban. Ez is egy izgalmas dolog, mert egyáltalán nem tudtunk összeülni, tehát ez konkrétan a bezártság alatt jött létre. Covid alatt ugye mindenki beszorult a szobába, és én csináltam egy alapot, ami ebben csodálatos volt össze, hogy az Edinek pont akkor született meg ugyanígy egy énekdallama, amire viszont nem nagyon talált kíséretet, vagy nem jöttek úgy a dolgok, és akkor azt mondta, hogy hát ez mintha pont erre lett volna kitalálva, és onnantól kezdődött ez az együttműködés. Én itt születtem Szentendrén, egy régi szentendrei szerb család tagjaként, és itt Szentendrén a kultúrák egymásra hatása nagyon erős, és szerintem a mi projektünkben is ez az érdekes, hogy különböző zenei stílusok teljesen megférnek egymás mellett. Én nem szeretném, ha bárhova be lenne skatujázva ez a dolog. Szerencse, hogy Edi nagyon-nagyon kreatív, és rengeteg dallamot önt ki magából, úgyhogy szeretnénk ezt még folytatni, és hát vannak titkos tervek, hogy kiket vonjunk be, ez azért nem szeretném elmondani, mert még ők se tudnak róla. Én a projektjeimben nagyon szeretném azt, hogy zene mellett a többi művészeti ág is megjelenjen, mint társművészet. Tehát mi nem külön kezeljük a zenét és a videót, vagy a videoklipet, hanem egyben gondoljuk ezt, és egyként alkot egy valamit, amit szeretnénk mi elmondani a világnak.